Kedves nézőink, múlt héten csütörtökön Padrakúton a Molnár Gábor Alapítvány műhelyében esélyegyenlőségi kerekasztalt tartottak. Az eseményen mi is ott jártunk. Esélyegyenlőségi kerekasztalt tartottak május 28-án a Molnár Gábor Műhely Alapítvány műhelyében Padragon. Tulajdonképpen mi is ez a rendezvény? A Ajkaváros esélyegyenlőségi pályázata, egy árop pályázatról van szó, ami sajnos nagyon rövid, mert hogy októberben már be is fog fejeződni, és ebben a pályázatban 5 kerekasztalt és 6 fórumot fogunk tartani, ami arról szól, hogy ajkajárás szociális helyzetét felmérjük, a környező falvaknak, településeknek a problémáit, a nehézségeit összegezzük, megbeszéljük és megoldásokat keresünk. Kik jöttek el erre a rendezvényre? Ajkaváros Szociális Intézménye is itt vannak, a Családsegítőből jöttek, akkor településekről jöttek védőnők, jönni fognak majd tanárok, akik mondjuk hátrányos helyzetű gyerekek tehetséggondozását és pályaorientációját gondozzák. Tehát azok a szakemberek jönnek, akik a szociális szférában érdekeltek, akár kormányhivatalok döntéshozói, gyámügyesek, gyámügyi osztályról jöttek, és a védelembevételről, vagy a nevelőszülőhöz való elhelyezésről fognak majd beszélni. Ezeken kívül milyen témák merülnek még fel a mai napon? A mai napon legfőképpen a fogyatékossággal élők és a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása a fő téma. Azokat a lehetőségeket mutatjuk be, hogy mondjuk a Molnár Gábor Műhely Alapítvány hányféle foglalkoztatást végez, ezeknek milyen törvényi megfeleltetései vannak, ezek milyen lehetőséget kínálnak a még nem dolgozó fogyatékossággal élőknek és megváltozott munkaképességű munkavállalóknak. Milyen tevékenységek folynak ebben a műhelyben? Hú, nagyon változó és egyre bővülő, hál' Istennek, tehát nagyon sikeresnek mondható a piackeresésünk. Most a szalai LED lámpagyárral folytatunk tárgyalásokat Kádártáról. Ők vezeték blankolást, vezeték szelést és krimpelést, egy ilyen kis alumínium résznek a vezetékre való illesztését fogják majd az alapítványunknak kiadni munkában. Tehát most ebben folynak a tárgyalások, de ha a szivacsgyár megszorul, neki segítünk kitörni szivacselemeket, mondjuk kibélelni egy telefontartó dobozt, vagy most például tegnap kaptunk kulcstartókat, amiket össze kell raknunk. Úgyhogy ez nagyon széles a paletta, de végzünk sorjázást a Kókai Kft-nek. A Kókai Kft. Sokféle munkát ad nekünk, nem csak sorjázást, tehát bilincseket is rakunk össze. A Tatker Kft. Szemetes zsákokat hoz nekünk, amit címkézünk és csomagolunk. Többféle kézműves terméket is készítenek itt ebben a műhelyben, szappant, szőnyeget például. Hol tudják ezeket a termékeket értékesíteni? A szőnyeget készítjük mi, a szőnyegekre megrendelésünk van. Az Enplast Kft. Is az egyik megrendelőnk, neki pont ma kell majd szállítsuk a szőnyegeket, ő is kizárólag rongyból kérte, a saját anyagából, saját rongyanyagából készítjük ezeket a szőnyegeket, de a helyi ajkai parketta árusító cég is megkeresett, hogy ő árulná a szőnyegeinket, úgyhogy neki is szoktunk leszállítani. Komoly megrendeléseket szoktunk Fonyódligetre szállítani, de nemrégiben felszőnyegeztünk egy balatonalmádi panziót is. Hogyan kapcsolódott az esélyegyenlőségi kerekasztalhoz a Kristályvölgy Egyesület? A Kristályvölgy Egyesület az esélyegyenlőségi kerekasztal munkájában már a kezdetektől részt vesz, hiszen jelen voltunk a pályázat kidolgozásánál is, és hát a fórumokat, rendezvényeket, illetve a kerekasztalon való részvételt, ezt nagyon fontosnak tartjuk azért, mert itt találkozunk különböző partnerekkel, akik a szociális szférában vagy a civil szférában dolgoznak, és hát így közösen keressük a problémákra a megoldásokat. Nem csak ajkai résztvevőket láttam, kik voltak még itt? Mai alkalommal érkeztek hozzánk az Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól. Debrecenből jött egy csoport, akik most a Dunántúlon néznek meg olyan jó gyakorlatokat, olyan projekteket, amiket esetleg
otthon ők is vagy meg tudnak valósítani, vagy amiből tudnak tanulni. Így lehetőségünk volt arra, hogy egyrészt az ajkai szakemberekkel, tehát a szociális szférában dolgozó szakemberekkel is tudjanak beszélgetni, illetve hát szerettük volna megmutatni azt, hogy itt nálunk kifejezetten a padragi telephelyen milyen említésre méltó projektek vannak. A nézők nem érezhetik, de mi érezzük, hogy milyen jó illat van itt ebben a raktárban. Mi ez az illat? Nagy szerencsénk van, mert egy telephelyen dolgozhatunk a REC-projekt Nonprofit Kft-vel, és ebben a teremben van a Nonprofit Kft-nek a kozmetikai üzeme, ahol szappanokat, fürdőgolyókat készítenek, és a szappanok csomagolásában is részt vesznek a fogyatékossággal élők és a megváltozott munkaképességű munkavállalók, és a fürdőgolyók csomagolásában is. Tehát ezek ilyen nagyon aprólékos feladatok, tehát lehetséges, hogy a vásárló bele sem gondol, hogy mondjuk a címkének a megírása, a szalagok fölkötése, a címkének a kiukasztása, a fürdőgolyónak a szép lesimogatása, puha kefével, hogy ne legyen sorjas, ezek mind-mind apró munkafolyamatok, és ezt ők végzik. Hányan dolgoznak itt jelenleg? Itt jelenleg 14-en dolgoznak, de egyébként a Molnár Gábor Műhely Alapítványban közel 50 fő dolgozik. Nézd meg jobban, hogy élnek anyádék, ha nem hiszed el, hogy az élet tényleg örökké tart. Hiába úszol, belefulladsz, pedig ott van a másik part.